környezetszennyezés, magzatkárosító anyagok a levegőben, a dolgozók egészségkárosodása, vendégmunkások, alacsony hozzáadott érték. A NER gazdaságpolitikájának állatorvosi lova a Gödi Samsung gyár, amelyről a napokban derült ki, hogy a megengedett mérték többszörösét bocsátotta ki magzatkárosító anyagból a levegőbe. 88 tonna NMP rövidítésű magzatkárosító anyag került a levegőbe néhány év alatt, és a hatóság nem tartotta feladatának, hogy vizsgálja, hogy ez pontosan hova került, ráadásul már korábban megtalálták a talajvízben is. Mindezt úgy teheti meg ez a Gödi Samsung gyár, hogy az államtól korábbi években nagyságrendileg 150 milliárd forintos állami támogatást kapott. Az az összeg, amelyre büntették őket korábban, nem elégséges arra, hogy ezt a gyakorlatot befejezzék, illetve ezzel felhagyjanak, hiszen az éves nettó árbevételük 16 ezerszerese annak, amit bírságként kiszabtak rájuk. Szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy a versenyképességet nem az alacsony bérekkel kell emelni, erre más módszerek is vannak. Kétségtelen ez a legegyszerűbb, mert így lehet egy halom céget bevonzani, az nem megjelenik a GDP-ben, ugye, lehet pörgetni, hogy nő a GDP, van egy jó nagy növekedés, akkor hajrá, jól teljesít a gazdaság, nem igaz. Ettől még nem mondhatjuk azt, hogy jól teljesít. Mert én elnézést kérek, főleg amikor nemzeti kormányunk van, akkor azt gondolom, hogy a number one, az első számú dolog, az a magyar ember. Én úgy gondolnám. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a magyar ember bére. Nem, és akkor azért dolgozik, mert én naív ember vagyok, előtt tudja, nagyon régen ismer. Hogy hát én úgy gondolom, hogy a lakosságnak a életminősége, életszínvonal, az a számomra biztos a legfontosabb lenne. No, hát ezek voltak a bérek, és ugye visszatérve az akkugyárakban sem fognak magas béreket fizetni. Ráadásul az akkugyártás is egy összeszerelő üzem, arról nem is beszélve, nem is high-tech, bár azt mondják, hogy akik ezt most nagyon népszerűsítik, hogy majd lesz itt kutatásfejlesztés, nem tudom, hogy mi, meg hol, meg izé. De a dolog lényege, hogy ez nem egy olyan ágazat, ahol eleve valahol is sok lenne a fizetés. 100 milliárd forintos nagyságrendben támogatta tehát az Orbán kormány azt a gyárat, amelynek területén a levegőben a nikkel a határérték több mint 250 szeresében volt jelen. A dolgozókat károsító gyakorlatán a Samsung a büntetések kifizetése után sem változtatott. Álságos a kormány részéről az, hogy a büntetési limitet 100 millió forintra emeli meg az eddigi 10 millióról, csak hogyha megnézzük azt, hogy eddig csak állami támogatásból nagyságrendileg 150 milliárd forintot kapott ez a gyár, illetve megnézzük azt, hogy az éves nettó árbevétele 1600 milliárd forintot is meghaladó mértékű, akkor látjuk azt, hogy ez nem elengedő arra, hogy hatékonyan visszaszorítsa ezeket a szennyezéseket. A Mi Hazánk Mozgalom törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy 1 milliárd forintra is meg lehessen bírságolni az ehhez hasonló környezetszennyező gyárakat. A beszélgető partnerem pedig nem más, mint Bognár László, korábbi Gödi polgármester, országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk nyugdíjas kabinetjének az elnöke. Köszöntelek, és nagyon köszönöm, hogy segítségemre vagy ennek a videónak az elkészítésében, és abban, hogy bemutassuk, hogy mi is folyik Gödön ennek a gyárnak a tevékenysége nyomán. Ugye a sajtóban megjelentek hírek arról, hogy 88 tonna magzatkárosító anyagot bocsátottak ki a levegőbe, illetve ez különösen groteszk annak fényében, hogy épp egy játszótéren vagyunk, ami közvetlen a gyár szomszédságában van. Mit gondolsz erről a gyárról és arról a politikáról egyáltalán, ami ennek a támogatását, állami támogatását illeti? Ez a Gödi Samsung az állatorvosi ló Magyarországon. Ez az első, ami megépült. Most még egy tucat, 12 vagy 20, nem is tudom mennyi lesz, ugye még kialakult akkumulátorgyár, tehát azok a nehézségek és azok a veszélyek, amik itt most megjelennek, azok mindenhol meg fognak jelenni.
Igen. Ezt egy koreai cég csinálja, a többit pedig ugye kínai cégek, egyéb cégek. Ez mind veszélyt hordoz, ha nincs ellenőrizve szigorúan monitoring rendszerrel, hogy mi jön ki mondjuk egy ilyen magzatkárosító anyag. És az is érdekes, hogy ezt mikor fogjuk megtudni. Hát 2021-ben kijött ugye ez a bizonyos, amit már említett, törvényileg kellene szabályozni mindezeket. Valószínűleg hát itt országgyűlési képviselőnk, polgármesterünk Gödnek, főispánunk a megyébe. Tessék ezeket az ellenőrzőpontokat megcsinálni, mert a lakosság nagyon aggódik. Tehát félnek. Féltik a gyerekeiket, féltik az ingatlanjaikat, hiszen az ingatlanárak teljesen lementek Gödön. Itt a környékben már vendégmunkások laknak, ugye így szintén egy másik vetülete ennek a gyárnak, hogy ahogy láttuk is, bár nem engedtek be ugye minket a gyár területére, de itt körülötte is sikerült azért szemrevételeznünk, hogy főleg ázsiai vendégmunkások azok, akik itt dolgoznak, és most jelentették be a koreai sajtóban ugye ennek a gyárnak a bővítését, ami egészen elképesztő, hogy ilyen környezetkárosítás után és ilyen vendégmunkás áradat után, ami itt is tapasztalható, még toboroznak Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat már a bővítés utáni részlegbe. Tehát ez nyilván meg fogja változtatni Gödnek az összetételét is, mármint a lakosság összetételét. És ez az újítás, ez debreceni BMW gyárnak fogja itt előkészíteni Göd. Tehát majd Debrecenbe is elérkezik mindez, ami itt megtörténik. Ez gyakorlatilag országos jelenség, akkor most már mondhatjuk, de valóban ez egy állatorvosi ló, és mindez úgy ment végbe, hogy nem kevés állami támogatást kapott ez a gyár, tehát nem véletlen, ugye nem arról van szó, hogy a kormány nem látja, vagy nem tudja ezeket a folyamatokat, hanem ők maguk azok, akik a motorjai ennek, és a gazdaságpolitikájuknak a központi eleme az, hogy kifejezetten környezetkárosító beruházásokat, amely a dolgozóknak az egészségét sem veszi figyelembe, magzatkárosító anyagot kibocsátó gyárat bővítenek, és ebbe már toborozzák a Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat. Én is, mint volt polgármester, ugye mit tennék? Hát egyszer ez már itt van, ezt nem lehet elmozdítani. Itt csak azt lehet, hogy irtó szigorú, kemény ellenőrzés, monitoring rendszer. A németek ezt kidolgozták, ez is szuper módon. Tehát a kutakat, a levegő minőségét kivégni, a vízminőség, a Dunába bekerült mennyiséget, mert az egész országot akkor károsítja. Tehát nehéz lesz itt. Ezért nagyon érdeklődve néztem, Kammerer polgármester úrunk, ugye Göt polgármestere, feljelentést tett, ismeretlen tettes ellen. Hát egy kicsit mókásnak tűnik, hiszen a képviselőnk is jogász, sőt, miniszter, igazságügyminiszter, tehát ő is tudja, hogy most ezzel 2-3 hónapig a vizsgálja a bíróság, egy csomó idő elmegy, és nem történik semmi, holott most kellene azonnal egy monitoring rendszert kialakítani, fizetni a Pest megyeinek, a Vármegyének, hiszen oda megy be ez a pénz, nem igaz, hogy egy kicsit nem tudnak oda tenni, hogy a gödi lakosság megnyugodjon, hogy a gyerekeik nem szívják be ezeket a mindenféle kipárolgásokat, a zaj nem árt, a víz, a talaj, ami a kutakban van, hiszen azzal locsoljuk majd a növényeinket, hát sem. És senki nem csinált felmérést. Csak civil szervezetek, független kutatók elvégezték ezt, és hogy mérgező anyagok vannak ebben a kutakban. Mi történt? Betemették a kutakat. Hát ezeket ki kell nyitni, ezeket az ellenőrző kutakat és ellenőrizni. És a lakosság bizony fél. Anyagilag, gyerekei egészségére, és mi fog itt történni. Csak úgy tudja megnyugtatni, hogyha tárgyal a civilekkel Kammerer polgármester úr, mert azok mindent tudnak, amiket ugye rémhírterjesztésként ír ki, de hát hogy lehet rémhírterjesztés, ami a hivatalos dokumentumokban megjelent? Az Országos Környezetvédelmi Hatóság is kimutatta mindezt, tehát ez nem amit nem először úgy kaptak meg ezek a szegény gödi, bármint nem szegény, hanem bátor ugye, környezetvédők, hogy
kihúzták belőle a veszélyes anyagokat, és megkapták. Ugye ezért panaszkodnak itt a gödiek. Akkor a bíróságon fellebeztek, kérték, hogy hát ne, az egész anyag, hát ez köztudomású, szabad, mindenki hozzáférhet. Akkor még meg is próbálták eltitkolni. Igen, ezt az anyagokat, amiről pontosan és tényleg kimutatja, hogy hát a kobalt, meg a 10-20-szoros a nikkel, a kobalt kibocsátások, ezek mind a lakosság fél. Igen. Tehát, ha most elkezdene, és tehát a megyének pénzt kéne adni, hogy ezt a monitoring rendszert német mintára precízen megcsinálni, képviselő úrunknak, aki jogász, annak pedig törvényt kéne módosítani, hogy szigorítsák. Mert már történt ilyen, hogy amit már említett is a Dóri, hogy hát nem 10 millióra büntetnek, hanem 100 millióra. De ezt ugyanúgy meg lehet emelni egy ilyen 1600 milliárdos bevételnek. Hát ez az a jövőkép, amit a Fidesz gazdaság politikájával a magyar embereknek, a magyar gyerekeknek szán, és ezzel élesen szembe megy a Mi Hazánk mozgalom, mert mi azt valljuk, hogy az emberek egészsége, méltósága a legfontosabb védendő értékek között van. Semmilyen profit központú szemlélet nem kerülhet az ember központú szemlélet elé, és az, hogy egészséges élelmiszert, egészséges földet, egészséges talajt, levegőt adjunk át a jövő nemzedékének, ez nemzetstratégiai kérdés, és ezért az ilyen beruházásoknak Magyarországon nincsen helye.